És hát akkor szeretettel köszöntöm a stúdióban Puhár Zoltánt és Turóczi Györgyöt, akik a Háló alapítói. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk. Mi is köszönjük a meghívást. Azzal kezdeném, hogy én egy kicsit bevallom, hogy irigy voltam az önök 30 éves jubileumi rendezvényén, mert egy olyan jó hangulat volt, olyan volt, mintha egy nagy családnak a születésnapja lenne, és azért nem nagyon lát az ember ilyet. Mi ennek a titka? A titka az a Háló lelkiségében van. Ugye mondtuk az elején, amikor alapítottuk a Hálót, hogy mi nem egy új lelkiségi mozgalmat szeretnénk, de szeretnénk olyan lelkiséggel megtölteni a Hálót, ami mindenki számára egy nagyon érdekes, fontos és egy barátságos Háló legyen. Egyik nagy bölcsünk és általunk nagyra tisztelt Aszalós János barátunk mondta annak idején, hogy csináljatok olyan Hálót, hogy mindenki otthon érezze magát, és az otthon egyház fogalmát és ennek a jelentőségét, vagy egyáltalán ennek a fontosságát ő hozta be a Hálóba, és úgy gondolom, hogy ezt az otthont lehetett megérezni ezen az ünnepségen is. Egyébként mi történt 30 évvel ezelőtt? Tehát hogy kezdődött? Tulajdonképpen legelején mondhatom, hogy én voltam ebben Blankenstein Miklós által megszólítva, azt hiszem, nem idegen Miklós neve a Bonum tévénézői számára sem. Hát abban az időben, 80-as években nagyon sokan az akkori fiatal értelmiség különböző helyeken, minden, ahol volt Miklós Krisztinavárosban, vagy az Örökimádás templomban, hát nagyon oda jártunk hozzá, én is nagyon jó személyes barátságot ápoltam. És van egy szürke barátközösségünk, egyébként ennek mi mind a ketten tagjai vagyunk, hát az 1972 óta működik, hát akkor 18 éves voltam, Gyuri csak 90-ben csatlakozott ehhez később már a Hálónak köszönhetően, és tulajdonképpen kerestük azt, hogy lehet egy picit kilépni abból a gettóból, ami ezek a közösségek voltak. Hát változott gyorsan a helyzet, és 88-ban Miklós meghívott egy megbeszélésre, ez az Odafias Névfrontban volt, ahol megtudtam, hogy mi vagyunk a katolikus ifjúsági mozgalom, és hát ott voltak a református barátaink, a Noé, az evangélikusok, de ott volt Gyurcsány Ferenc, ott volt Orbán Viktor, Kövér László, tehát a mai közéletnek ismert szereplői, hát hozzánk nyilvánvalóan inkább a konzervatív gondolkodás állt közelebb, és hát tulajdonképpen a kérdés az volt, hogy mi a kereszténység üzenete. Hát erre próbáltunk választ adni, hát kevesen tudják, hogy ez a katolikus ifjúsági mozgalom adott először javaslatot arra, hogy legyen alternatív katonai szolgálat Magyarországon, vagy éppen az első keresztény iskolák is kicsit ennek a körnek a segítségével képződtek. Igen, ám, de gyorsan alakult a helyzet, tehát nem sokára, egy évre rá már kiderült, hogy itt nem csak a fiatalokkal lehet miszotot szervezni, az ifjúsági parlamentet, hanem a komoly nagy parlament is megújulhat, és hát új helyzet állt elő. Viszont azt láttuk, hogy valahol szükség van arra, hogy a közösségek egymást megismerjék, mert a papok között volt kapcsolat, de igazából a politika tudatosan üldözte, hogy az egyes közösségek a saját szűk gettójukból kilépjenek. Na most úgy éreztük, hogy erre szükség van, és először mi azt hittük, hogy majd a nagy magyarországi mozgalma közösségeknek a markáns részvételével lesz ez. De hát beszélgettünk itt Erdélyről, hát a Gergely Istvánhoz való kapcsolatunk az sokkal régebbi ennél, vagy a Hideg családdal is így tovább, tehát mondhatok itt sok olyan ismert katolikus családot, aki a Erdélyben ma is aktív és jelen van. Hát azonnal már az első Háló találkozón jelen voltak erdélyi barátaink, aztán jöttek a többiek, a felvidékiek, a párciumiak, a délvidékiek, a kárpátaljak, és kiderült, hogy a Háló sokkal izgalmasabb a határon túl, mint Magyarországon. Magyarországon annyi minden van, annyi mindent lehet csinálni, a politika is nagyon sok embert megszólított, viszont a határon túl akkor születtek új közösségek, és tulajdonképpen erről mi szoktunk beszélgetni egymás között is, hogy a Jóisten valami más gondolt rólunk, mi magunkról. Azt gondolta, hogy nekünk részben a határon túl van különösen dolgunk. Mindig volt magyarországi álló, meg a magyarországi álló mindig is egy hát kicsit motorja volt a kárpát-medencei fejlődésnek, de volt, hogy 100 találkozó volt különböző helyeken, és hát mit tudom, 30 városban volt szinte havonta, két havonta, mint a Gyergyószent Miklóson is. Tehát a Háló egy ilyen összefogó szerepet töltött be, és aztán érdekes volt, utána közösségek teremtődtek sokfelé, mert ezt a kisközösségi műfaj, ez azért sokfelé, főleg elszórtabb szorványáken nem volt ismert. Tehát nagyon sok közösség teremtődött a Háló segítségével, és hát az évtizedek azt hozták, hogy egy nagyon szoros, meleg, baráti szálak fűznek benneket össze, tehát ahogy említette is, valóban ez ma már egy nagy család.
Hogy épül fel a háló? Mert azoknak, akik ismerik, és szerintem nagyon sokan ismerik, ezt nem kell elmondani, de hogy ez egy nagyon merev szerkezete van, esetleg egy rendszeres találkozási naptárral, vagy hogy épül fel? Tulajdonképpen a háló a találkozások mentén épül. Természetesen van naptárunk, rendszeres találkozóink, fontosabb a tábor például minden évben fontos alkalom, ez most már a 19. tábor következik ebben az évben majd. Tehát vannak fontos nagy találkozóink, de az igazi hangsúly az nem az ilyen nagyon nagy találkozókon van, hanem a helyi találkozókon, amiből akár 50-60 is van egy évben a Kárpát-medencében. Tehát szinte nem lehet olyan hétvégét találni, hogy valahol a Kárpát-medencében háló találkozó ne legyen, ahol a helyi bérek összejönnek, és tulajdonképpen azon gondolkoznak, hogy neki mi a feladata az egyházban, mi a feladata a közösségben, mit tud behozni a saját közösségéből, a saját családjából, a saját életéből ezen a találkozón, mit tud nyújtani a másiknak, milyen tanúságot tud tenni. Tehát ha azt mondom, hogy milyen szerkezete van, egy nagyon laza, ugyanakkor egy nagyon széles és mély szerkezete van a hálónak. Természetesen a különböző adminisztratív feladatok miatt vannak egyesületek, a hálónak is van minden régióban, tehát Magyarországon kívül Délvidéken, Kárpátalján, Párciumban, Erdélyben, Felvidéken vannak egyesületei, amelyek tulajdonképpen az adminisztratív munkát végzik, de a fontos nem ez, hanem az, hogy mi személyesen találkozunk, és ezek a találkozók határozzák meg a háló életét. Sikerült-e, és én ezt látom, de azért beszéljünk erről, sikerült-e megőrizni a rugalmasságát az építkezésnek? Arra gondolok, hogy új tagok csatlakoznak-e, van-e lehetősége csatlakozni annak, aki esetleg megismerkedik ezzel a gondolatvilággal? Igen, természetesen. Tehát alapvetően mi egy nagyon nyitott mozgalom vagyunk. Sosem szeretünk volna zártak lenni. Ez egyik legfontosabb tulajdonságunk, és ilyen hosszú évek során meghatároztuk a háló mozgalomnak a fő jellemzőit, ez a találkozás az első, a kapcsolat és a közösség. A találkozásból születik egy kapcsolat, ami most vagy tartós lesz, vagy nem, hiszen sokan átmentek a hálón, tehát nagyon nagy fluktuációs volt, úgymond. De mindenki vitt magával valamit, és ilyen értelemben mindig friss és üde tudott maradni. Jelenleg azt látom, hogy például a fiatalok nagyon megerősödtek. Részben egyébként a gyerekeink, hiszen mi már 30 éve végezzük ezt a munkát, és viccesen azt szoktam mondani, hogy hát közé nőttek, mint a gaz, és akkor ott voltak közöttük, valamit kellett velük kezdeni, de igazából ők maguk szerveződtek. Tehát ha az eredeti kérdés az a válasz, hogy igen, nagyon sokan jönnek, nagyon nyitott a háló ebből a szempontból, tehát általában úgy próbáltuk megbecsülni, hogy a találkozóinkon, táborainkban, helyi vagy országos találkozóinkon körülbelül a 25-30%-a mindig új, aki érdeklődése tekint és új vendégünk, és őket próbáljuk nagy szeretettel fogadni, úgymond otthonba fogadni. Én azt gondolom, hogy a közösség szerepéről annak, aki tartozik egy közösséghez, nem kell beszélni, mert főleg, hogyha évekig tart, vagy hosszú éveken keresztül működő egy élő, lüktető közösséghez tartozik valaki, az egy nagyon nagy élmény. Mi az, amire önök legszívesebben visszatekintenek az elmúlt 30 évben? Esetleg egy helyszín, egy csoport, talán egy ember, aki már nincs közöttünk? Hát nagyon sok barátunkra gondolhatunk itt szeretettel vissza. Én kiemelném talán a Moródfürdi első hálótábort, ami 750 fővel volt, és a záró szentmisét. Nekem nagyon nagy élmény volt, hogy a háló jó voltából nagyon sok kiemelkedő papi személyiséggel és világi személyiséggel találkozottam. Seregélyesek úr tartott a Somlyónyeregben, Szenthelyen. És egy olyan élménye volt annak, közel 1000 embernek, akkor még a helyi székelyek közül is sokan erre az alkalomra velünk tartottak,
hogy nálunk sütött a nap, és a Csiki havasokban, meg a Hargita fölött meg villámlott, dörgött, de nálunk így sütött a nap, és amikor az érsek atya a záróáldást mondta, akkor megjelent egy teljes szilvárvány a Noé üzenetét, tehát azt hiszem, hogy ez, aki ott volt, az sose fogja elfelejteni. A másik ilyen élményünk, azt gondolom, nagyon sok van nyilván, de talán az ánkai tábort mondanám, ottan 1600-an voltunk, és 8 altábor volt, külön programmal, különböző korosztályoknak, és mindenki tartozott egy 8 fős csapathoz. Tehát ez 200 komoly, tehát csoportvezető volt, tehát mindenki tartozott valahova, tehát a tömeg nem egyszer érezte az egyház erejét, és egyszerre érezte a kis közösségnek a szépségét. És hát 13 püspök volt ezen az alkalommal. Volt egy kárpátaljai barátunk, az mondta, hogy itt van rajtam a hálópoló, és nem akarom levetni, mert ott éreztem először embernek magam. A közösségekre visszatérve, hozzánk sokan jönnek közösségen kívülről. Sőt, egyre többen érdeklődnek, akik közösséget keresnek. Egyszer azért, mert a közösség első élményét, ami találkozónkon élik meg. Ugyanis minden találkozónkon, ami akár egy napos, vagy egy hetes, vagy egy hétvége, a legfontosabb programja, vagy eleme az a kis csoportos beszélgetés, ahol olyan 6-8 fő hosszú időt rászánva tud egymással beszélgetni az adott témáról, és egy olyan csoportvezetési technikával próbálják ezt megoldani, hogy mindenki a személyes életét hozza be. És ezeknek az élményeknek a mentén egyrészt hát egy nagyon mély személyes kapcsolatok tudnak kialakulni, hiszen bizonyos értelemben titkokat osztunk meg egymás között, amelyek ott is maradnak a közösségbe, de azzal, hogy a személyességünket, a személyes arcunkat, a nehézségeinket, az örömeinket próbáljuk őszintén behozni, ez egy hatalmas élményt jelent, hiszen nagyon kevés helyen van a társadalomban, ahol ezt meg lehet tenni, illetve valahol ugye ezt próbálják mások is működtetni, de azért egy ilyen kis csoportban egészen máshogy működik. Különösen azért, mert azért hiszük, hogy egy ilyen beszélgetésnél, egy ilyen alkalommal végül mégis a Krisztus van középen, és ott ennek a szellemiségével és a Szentléleknek az erejével tudunk egymással beszélgetni. Tehát ez nagyon fontos. Nagyon sokan kerestek így közösséget, vagy vágytak a közösségre. És szoktuk azt mondani, ezt a 30 éves ünnepségén is elmondtam, hogy a közösség az nem csak a fiataloknak van, vagy az nem egy ilyen kiváltságosoknak a dolga, vagy a lehetősége, hanem ez mindenkinek jár, és ez a korosztálytól függetlenül mindenki épül belőle, az idősek, a fiatalok egyaránt. Két dologra kiegészíteném. Talán még, szóval nagyon érdekes volt, hogy mi magunk vettük észre, hogy nem akartuk még külön lelkiség lenni, de valahogy mégis lett egy sajátos hálós lelkiség, hát ebben Nemesegyi Péter atyának, Jelenics István atyának, Várszegi Asztrik püspök úrnak, és így tovább, Ortobágyi Cirilnek mondhatnám a neveket, ott Szabó Feri atyának, és így tovább, nagyon sokat köszönhetünk. Valahogy azt tapasztaltuk meg, hogy minden szent, tehát a táborban is, tehát szentségimádás és foci, és fiatalos csapatjáték, és nagyon komoly esetleg a magyar társadalom problémáival való beszélgetés. Tehát ez úgy az elmúlt 30 évnek a gyümölcse. A másik, hogy nagyon izgalmas, hogy a 2003 óta körülbelül van egy háló klubunk, ez most az Emlővejsz utca 4-ben van, ahol tulajdonképpen egy nagyon izgalmas, hát kulturális élet van, a Dezső és Sőn Gyuri által vezetett jazzklubtól a Katko Tamás által vezetett Kolta galériáig, és akkor hadd szóljak itt még szót, néhány szót az új gyerekünkről, mert ez tulajdonképpen a háló nélkül nem lett volna, a 72 tanítvány mozgalomról, mert Erdőd Péter bíboros atya azzal tisztelte meg a háló vezetőit, hogy felkérte egy új mozgalom tulajdonképpen indítására, ami a katolikus magyar értelmiségnek a különböző szakmai csoportokban való összefogása, párbeszéde és üzenete a szélesebb társadalom felé. Ez most ennek a hálóvezetői megbíztak ezzel a többek között a vezetésével, Dabóczi Kálmánnal és Gyurival, Hullai Zsolttal együtt ezt is elindult ez a csapat. Ez most azt mondom, hogy 15 különböző szakmai csoportja van. Bizonyos értelemben azt gondolom Magyarországon talán erre nagyobb figyelem összpontosul. Most a közelgő NEC kapcsán megbízott bennünket bíboros atya
több szakmai programnak is a koordinálásával, tehát lesz egy olyan alkalom, a legnagyobb lelkiségi mozgalmakkal, itt 13-14 nagy mozgalommal van a 72 tanítvány mozgalom kapcsolatban, hogy lesz egy olyan közös, hát azt hiszem kedd délutáni program, amit együtt rendezünk, de ebben mi katalizátor vagyunk, de tulajdonképpen én azt mondtam, hogy szinte 30 éve nem láttam olyan szintű, nagyon mély, egyre egymásra figyelő, együtt gondolkozást a nagy mozgalom. Mindig jó volt a kapcsolat, de itt most valami nagyon közösen történik, hát mondhatom a Keresztény Értelmiségiek Szövetségét, a Regnumot, a Kúziót, Fokolárt, Házasvégét, hétvégét, Mécs, Sönstadt, tényleg nem akarok kifelejteni, szóval szinte mindenki olyan módon van együtt, hogy nem csak elvileg vagyunk együtt, hanem gyakorlatilag is együtt leszünk, és most a hétvégén, hát nagyon sokat köszönhetünk Székely János püspök atyának, aki a 72 tanítvány mozgalom születésétől kezdve egyfajta lelki támaszunk, ő fogja tartani a lelki gyakorlatot, nem csak a 72 tanítványnak és a hálónak, hanem a több különböző, ezekből a mozgalmokból is vezetők jönnek, és tulajdonképpen közösen készülünk arra, hát azt gondolom, hogy világtörténelmi eseményre, most, hogyha a Szent Atya esetleg eljön, akkor ez még nagyobb súlyt kapna, ami szeptemberben Magyarországon ennek kapcsán történik, amit meg kell mondjam, hogy azt úgy gondoljuk, hogy hát cél is, de egyúttal állomás is. Tehát nagyon reméljük, hogy az a megújulás, az az együtt gondolkodása, amit sok területen talán érzünk. Reméljük, hogy ez akkor nem kifárad és vége lesz, hanem éppen nagy lendülettel egy újabb közös együtt gondolkodás lesz lehetővé. Szerintem beszélni kell még erről a mozgalomról is egy külön adásban, mert hogy megérni, hogy igen, úgy érzem, hogy nagyon sok mondani való van róla. De hogy még egy kicsit a hálónál maradjunk, a 90-es években teljesen más világ volt, ebben azt hiszem mindegyet értünk. Tehát, hogy akkor nyilván önök is a határon túli magyarok felé fordultak elsősorban. Manapság Európába szórodnak szét a magyarok főleg. Van esetleg most már ott is háló, mondjuk Londonban, ahol nagyon sok magyar él. Tehát, hogy vitték magukkal az emberek ezt a lelkiséget? Igen, mi próbálkoztunk a diaszporával is, hogy a nyugati magyarság felé elindulunk. Ez azért nehezebb helyzet, mert egyrészt oda utazni azért kicsit nehezebb is, és a élő kapcsolatokat fenntartani. Nem teszünk le erről, tehát Svájcba például voltunk személyesen, és ott egy közösséggel találkoztunk is. Szeretnénk ebbe az irányba is elindulni. Egyelőre azért ez még nehezebb terep, hiszen aki kint van egyfelől, csak egy ideig van kint, vagy nagyon zirált az egyébként is az ottani élete. Még visszatérve erre, amiről beszélgettünk, hogy a hárónak a lelkiségéhez mi tartozik még. Szintén Aszalós János barátunktól vettük át, és ez nagyon a miénk lett, és ez tulajdonképpen az új mozgalomra is vonatkozik, hogy ő mondta azt, hogy Isten országában mindenki főszereplő, és mi szeretnénk ezt a hivatástudatot átadni mindazoknak, akik velünk vannak. Tehát aki eljön közénk, azt tulajdonképpen egyből küldjük is. Tehát Jézus is ezt csinálta tulajdonképpen. Valakit hívott, rögtön küldött is, még hogyha az illető alkalmatlannak is érezte magát, de hogy ebben mindenki főszereplője legyen, és úgy érezze, hogy nem csak fogyaszt, hanem hozzá is tesz, ezt nagyon fontosnak tartjuk. Tehát amikor mi egy háló találkozót rendezünk, vagy egy bármilyen eseményen együtt vagyunk, akkor mindig valamilyen feladattal, idézőjelben feladattal, vagy küldetéssel várunk el, hogy tulajdonképpen jó, hogy itt voltál, most megosztottad a hitedet, a nehézségeidet, de mivel mész tovább, és mit fogsz továbbadni? Tehát hogy lesz ebből egy olyan hálózat, egy háló, ami nem csak neked jó, hanem másokat is megtart. Ebben a vonatkozásban a minőségi idő, az egyáltalán az idő rászánása, az erről való beszélgetés és ez a fajta küldetés tudat nagyon fontos állóba, és azt mondom, hogy miért tud friss maradni, és most is üde is. És hát eléggé ritka, hogy egy civil mozgalom, amelyik tulajdonképpen teljesen önállátóan és hát civil módon él, az 30 év után is tud még működni, és hát olyan új feladatokat fölvállalni, akár a 72 tanítvány mozgalom, vagy a
Szelmeibe, az utcai kulturális központok, ahol már tényleg egy komoly kulturális helyé válik Budapesten, Budapest szívében. Tehát emiatt van, hogy akik eljönnek és akiket küldünk, azok valahogy is főszereplői szeretnének lenni az Isten országának. És hát számos kiadványuk is van ma már, nem? Jól tudom. Így van. Ugye mi próbáljuk a dokumentálni magunkat, olyan értelemben, hogy azokat a kérdéseket, amelyekről beszélgetünk akár egy táborba, vagy valamilyen téma kapcsán, azokat leírjuk méghozzá olyan módon, hogy nem csak egy könyvformája, nem egy könyv születik, hanem egy olyan úgymond segédanyag születik a közösségek számára, ahol egy-egy témáról egy közösség 12 vagy több alkalommal tud beszélgetni. Ez segítség azoknak a közösségeknek, akik indulnak, és azoknak a közösségeknek, akik már működnek, de szeretnének egy témát körbejárni. A legújabb füzetünk, az most készül, az egyébként a teremtésvédelemről fog szólni, hogy hogyan tudja egy közösség megélni azt, vagy egyáltalán hogyan lehet beszélgetni a közösségben arról a témáról, ami ugye egyre fontosabb a világban, egyre inkább szemünk elé kerül, és hogy fog ehhez egy hívő ember, egy közösségbe járó ember viszonyulni. Akkor megint kicsit irigyen azt kell mondjam, hogy önök tudnak igazából csatlakozni a Szent Atya által közzített felhíváshoz, hogy májusban egy hétig legyen a teremtés világa, a világ megóvása érdekében az egy hét. Tehát, hogy egy kicsit irigy vagyok, mert önök tudnak igazából ehhez csatlakozni. Hogyan képzelik el 30 év múlva a hálót? Jó kérdés. A fiataloknak azt mondtam, most múlt hétvégén volt egy olyan alkalmunk, amikor a Kárpát-medencei vezetők és azok, ami úgy hívjuk bohozók, eljönnek, és akkor együtt töltünk egy hétvégét, és akkor mindig volt egy olyan munkacsoport, amelyik erről beszélgetett, vagy egy műhely, mi így hívjuk, hogy hát hogy mi lesz a háború, tehát egy kis ilyen stratégiai tervezéssel. Én azt gondolom, azt mondtam a fiataloknak, hogy mondjuk ki kell találni, hogy milyen hálót szeretnének, hogy egyre többen vannak. Én azt hiszem, hogy a háló 30 év múlva én azt szeretném, tehát hogy aztán milyen lesz ez a Jóistennek a kegyelmétől függ, de én azt szeretném, hogy ugyanez a nyitott otthon egyház a befogadó legyen, és minél szélesebb körben mutassa meg a keresztény világ értékeit és a kereszténység értékeit, és minél több szállal kapcsolódjon a társadalom különböző rétegeihez, és foglalkozzon a társadalom problémáival, mert úgy gondolom ez az egyik fontos hivatása lehet kifelé, befelé pedig a mindenkit, aki közösségre vágyik, tudjon egy olyan közösségbe jutatni, amelyik számára megfelelő. Ez nagyon szép álom lenne, és remélem, hogy a fiatalok is majd ezt így tovább viszik. Esetleg kiegészítés hozzá? Én azt gondolom, éppen ezért nagyon fontos, hogy tulajdonképpen megváltozott ilyen értelme a helyzet, mert a 90-es éveknek ez a nyílt magyar üldözése ma már nincsen, de továbbra is nagyon fontos, úgy gondolom, ez a Kárpát-medencei összetartás, és nagyon lényeges lesz akár itt a Hála és a 72 tanítvány mozgalom szoros együttműködése, hogy azokra például a teremtésvédelmi kérdésekre volt egy ilyen a gazdagok hivatása, vagy a hivatás és kereszténység. Tehát ezeknek a kapcsolatára milyen válaszokat tudunk nem csak magunknak, a társadalom számára is adni. Hát adja Isten, hogy a 30. illetve a következő 30 évről is majd beszélgessünk itt ebben a stúdióban is, majd jó élményekről, jó tapasztalatokról tudjanak beszámolni. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönöm szépen.